Sziasztok! Ahogy az étel, úgy az ital receptek is házaként eltérőek. Ebben a videóban azt fogom ismertetni, hogy én hogyan készítem a meggybort. 2,5 kg meggyel fogom szemléltetni a metódust, az ettől eltérő mennyiség esetén természetesen az egyéb hozzávalók mennyiségét is a különbségek függvényében kell módosítani. Úgy magozom ki a készletet, hogy körülbelül a 10%-ában benne maradjanak a magok, ezért ezt a nagyjából 10%-ot előre el is különítem a biztonság kedvéért. És miután a körülbelül 90%-kal végeztem magozás terén, meg leszettem a szárokat, akkor ezt szépen a magokkal együtt fogom összezúzni a magozott meggyel együtt. Ahogy megvan a magozás, hozzáborítom a magozatlan meggyet a magozotthoz. Úgyhogy ez a körülbelül 10% mennyiség magból, ami megmaradt, amit így meghagyunk, ez pont elég lesz ahhoz, hogy egy kellemesen fanyar ízt kölcsönözzön meg a magokról is leborítjuk, ami összecsorgott, semmit nem vesz, nem hagyunk kárba veszni. És most szépen összedolgozzuk. Óvatosan. Spriccel ki az ujjaink közül is, úgyhogy csak óvatosan. Szerintem sokkal jobb és érthetőbb is ilyen kis mennyiséggel szemléltetni a meggybor készítését, mint nagy üzemi módszerekkel. De egyébként a teljes recept ott lesz majd a leírásban, hogy 2,5 kg meggyel hogyan kell így bort készíteni. Hogy mennyi cukor kell majd bele, mennyi víz, hogyan adagoljuk. A leírásban is ott lesz, úgyhogy nem egy szent írás. Ezt a gyönyörű zúzalékot erjesztő edénybe rakom, és 2 napra félre rakom előerjesztésre valami hűvös helyre. Majd az előerjesztés után fogom leszedni róla a meggyet, illetve leönteni róla a lét, és igazából akkor indul el a borkészítés, amikor már a must fog erjedni vízzel és cukorral. És most jöhet a 2 napos, 2 napos előerjesztés, de szigorúan csak ilyen nagyon lazán ráhelyezett kupakkal, véletlenül se szorítsuk rá. Talán a legjobb, hogyha ráteszünk egyszerűen valami tányérat, vagy valami hasonlót, mondjuk azt inkább így lefordítva. Tehát valami ilyesmivel fedjük le ilyenkor még, mert ha régmentesen lezárnák, akkor a fejlődő mustgázok egyszerűen szétvetnék az üveget. Tehát nagyon lazán rátesszük. Így, és mehet előerjesztésre. 2 nap múlva újra előveszem a témát. Most, hogy letelt a 2 nap előerjesztés, letisztázom a meggylét. Préselni nem fogom, mert elég alaposan szétzúztam, csak leszűröm, hagyom lecsöpögni, és esetleg kinyomkodom kicsit kézzel, és kész. Igen, rögtön a szűrő alkalmatossággal, függönyből készül, vagy valami ilyesmivel. De gyönyörűen átengedve a vizet, mert a megy lehet. Ez lesz a legjobb, ha így bele is borítom. Ezt mindjárt szépen felakasztom valahova, hadd csöpögjön.
Hát így néz ki a rögtönzött csöpögtető. Ezt most egy ideig hagyom, hadd szikkadjon. Ezzel kicsit rá is segítek, és teljesen jó lesz. Másfél órát csöpögött, kicsit ki is nyomkodtam, és ennyi tiszta must maradt, 2,5 kg megy után. Most jön a cukrozás, ami egy nagyon fontos és betartandó mozzanat. De először is a mustot azzal kezdjük, hogy felhigítjuk vízzel úgy, hogy a duplájára öntjük fel. Azt mondja, hogy akkor körülbelül így idáig. Nem fontos milliliter, pontosan betartani, ahogy mondtam, nagyjából duplájára. Hát ez bele is mehet, oké. Ezt jól kiszámolta a boltos. Na hát ehhez a kiinduló alapmennyiséghez, tehát 2,5 kg megyhez 20 deka cukrot számolunk, amit csökkenő mennyiségben fogunk három részletben hozzáadni. Kezdjük úgy, hogy 10 dekával. Legyünk pontosak, igaz? Na, vissza egy kevés. Jó, megvan a 10 deka cukor. Ezt egy kevés mustban feloldjuk. És majd szépen visszaöntjük. Ahogy ezt feloldottam és visszaöntöttem, a következő adag cukor az úgy fog kinézni, ugye, ahogy mondtam, ehhez az alapmennyiséghez 20 dekát számolunk. Az első 10 dekát most tesszük bele, 12 nap múlva rakjuk bele a következő 7 dekát, és újabb 12 nap múlva a következő, tehát a maradék 3 dekát. Ennek a fajta cukrozási módszernek az a jelentősége, hogy így nem fog maradéktalanul az összes cukor alkohollá alakulni, és sokkal kellemesebb lesz a bor, mint egyébként, mintha előre becukroznánk az egészet. Hát, legtöbb esetben egyébként így készül a minden édesbor. Hát ez az édesbor titka, hogy valamennyi cukor át ne alakuljon át, mert az alkohol ugye módosult cukor. Ha minden cukor átalakul, akkor nincs édesbor. Vagy utólagos cukrozással van, vagy pedig édesítőszerekkel. És ez a csökkenő mértékben három részletben történő cukrozás is egyébként egy ilyen utólagos cukrozásnak minősül. Végre feloldódott, mehet bele a mustba. Összekeverjük. És innentől nem fogjuk kevergetni, csak félretesszük erjedni. Tehát jön az első 12 napos érlelés. Thank you.
szigorúan lazza kupakkal lezárva. Tehát véletlenül se szorítsuk rá, vagy ügyeljünk rá, hogy nehogy magától valamiért rászoruljon. Tehát nagyon lazán tegyük rá, mert ha rászorul, akkor a képződő mustkás szét fogja vetni az üveget, aztán megy a pocsékba az egész. És még egyszer, ami nagyon fontos, hogy a cukrozás ugye úgy történjen, hogy a meghatározott mennyiségnek a felét ilyenkor tesszük bele, a másik felének pedig a 2/3-át 12 nap múlva, és a maradék 1/3-át pedig újabb 12 nap múlva. Jelen esetben ez ugye 20 deka a kiinduló mennyiség, amiből beletettem 10 dekát, 12 nap múlva beleteszek 7 dekát, újabb 12 nap múlva pedig a maradék 3 dekát. És akkor most laza kupakkal szépen mehet az erjesztő helyiségbe, a hűvös pincébe. De így nagyon laza kupakkal. Na, rátesztek egy tányérat, az is jó, mert a gáz azonról ki tud pöfögni, buktácsolni, kiugrál belőle. Ezt jól megfogalmaztam. Mindegy, tányér alól tud távozni a gáz, de ebből a laza kupak alól is. Úgyhogy akkor ennyi volt az egyelőre. Akkor 12 nap múlva újra elővesszük a témát. Letelt a 12 nap, most hozzákeverjük a 7 deka cukrot, és további 12 napra félre tesszük pihenni. Legyünk pontosak. Kevés húsban szóval visszajöttem. Teljesen feloldott a cukor. Feloldott, oldódott. Mert vissza az üvegbe. És most jöhet az újabb 12 nap pihenő. Ez a 12 nap is letelt, mehet bele a 3 deka cukor. Tökéletes. Feloldjuk egy kevés mustban, illetve már majdnem borban. Már most tökéletes illata van. Felolvadt a cukor, illetve oldódott. Nem látni a kristályokat egyáltalán. Megint csinál. Zavarossá teszünk megint. Muszájjal keverni a cukit. Még legalább 1-2 hétre eltesszük, hadd forjon ki teljesen, utána lefejtem a seprőről, aztán kész is lesz, mehet vissza az erjesztő helyiségbe, a hűvös pincébe.
A legutóbbi cukrozás óta eltelt nagyjából 1-1,5 hét, lefejtettem a bort a seprőről, aminek az eredménye 2,5 kg gyümölcsből 3 liter gyönyörű, illatos, zamatos megybor lett. Egészségetekre! Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!